aki a munkáspárthoz jön, aki a dolgozó emberét akar tenni, aki a baloldalt keresi, annak nem kell messze menni, elég, ha ide jön hozzánk. Barátaim, itt a Ligetben, emlékszem, akkor még léteztek a szociáldemokraták is, itt nem messze volt egy csöröző, egy titkos találkozót rendeztünk. Talán az idősebbek még emlékeztetnek Petrasovics Anna nevére, aki az MSZDP-nek az első nagy elnökasszonya volt, és valahogy képli Anna nyomdokaiba akart lépni. És akkor fölmerült, hogy fogjunk össze, próbáljunk valamit együtt csinálni. Itt nagy titokban találkoztunk egy sör sátorba, és még nagyobb titokban ittuk a sört, de aztán nem jött belőle ki semmi. Utódjával, Kapolyi Lászlóval arról is megegyeztünk, hogy induljunk el együtt egy választáson. Csináljuk együtt egy választási pártot. Mi végig is csináltuk. Azt mondtuk, rendben van. Visszavonunk el a követeléseinkből egy párat. Tegyük egységessé a fellépésünket. Aztán egy szép lapon Kapolyi László megjelent nálam, miután már a választási párt keretei megvoltak, és azt mondta, tudod, szólt nekem Horn Gyula, hogyha csináltok egy új pártot, akkor meggyűlik a bajod az adóhivatallal. Ő inkább az adóhivatallal akart jóba lenni, mint a magyar dolgozókkal és a magyar munkásosztállyal, így aztán nem lett munkáspárti és szociáldemokrata összefogása. De tanultunk a múltból. Tanultunk mindenből, és ma tudjuk, hogy az erőnk abban van, hogy az ászlónk vörös, az erőnk abban van, hogy van hitünk, az erőnk abban van, hogy a politikánk világos, kiszámítható, egyértelmű. Az erőnk abban van, hogy a mi pártunk nem lopott, nem csalt, nem korumpálódott. Az erőnk abban van, hogy nem a milliárdosokkal megyünk, veletek a dolgozók.